Köszöntöm Önöket itt az Axioma YouTube csatornáján, a Carpe Diemban. Közel egy évvel ezelőtt indítottam útjára ezt a videósorozatot. Így kezdődött. Szakasd a rózsabimbaját. A latin ezt úgy fogalmazza meg, hogy Carpe Diem. Ki tudja, mit jelent ez? Carpe diem, ragadd meg a napot! Carpe diem vagy carpe deum. Élvezd a pillanatot, vagy ragadd meg Istent. Ma egy különleges pillanathoz érkeztünk, ez lesz az utolsó epizód. Már is kezdünk. Sokan, egyre többen úgy gondolják, hogy a siker titka a modern világban ez, szembe menni Istennel. Hogy azok az emberek élnek boldog, kiegyensúlyozott, elégedett életet, akik nem törődnek másokkal, akik lazábban kezelik az erkölcsi kérdéseket, és akik határozottabban lépnek fel az önérvényesítés terén, bármi legyen is ennek az ára. És ez az aranyszabály észrevétlenül kiterjedt a média termékekre is. Az általános vélekedés az, hogy csak azok a filmek vagy videók lehetnek sikeresek, nézettek, amelyek lehetőség szerint nem a keresztény erkölcs szellemében születnek, mely nyilvánvalóan ódivatú, unalmas és idejét múlt világnézet. Én ezzel mindig is vitatkoztam, és minden munkámmal, műsorommal igyekeztem erre rácáfolni. Egy ilyen újabb kísérlet volt a Carpe Diem is. Hiszem, hogy Istenre nézve, őt követve találhatunk igazi boldogságra és értelmes életre. Nem a hedonizmus, hanem az Isten iránti szeretet tesz minket teljessé és boldoggá. Nem véletlen, hogy a 25 epizód között a dopamin függőség témájával és a boldogság paradoxon kérdésével is foglalkoztam. Vajon mi az élet értelme? Mitől boldogtalan a modern ember, amikor a körülményeket és az élet színvonalat tekintve egyre boldogabbnak kellene lennie? A mai kor embere egyre gyakrabban szenved nem csak a boldogtalanságtól, hanem az úgynevezett egzisztenciális krízistől is. Ennek kapcsán felvetettük és körüljártuk azt a kérdést is, vajon mi értelme az életnek? Hogy mi a keresztények társadalmi küldetése a 2000-es években, és hogy lehet-e kulturálisan követni Krisztust? A vágyak és erények mérlegére tettük az emberi testtel, a biblikus emberképpel és a szexuáletikával kapcsolatos égető kérdéseket. Vizsgáltuk a teszt szerepét a kereszténységben tabuk nélkül. Az OnlyFans jelenség, a pornófüggőség, a homoszexualitás, illetve a transz hullám több epizód témájául is szolgált. Az élet szent és sérthetetlen. Az élet eleji és az életvégi döntésekről is beszéltem, az abortusszal, illetve az eutanázia témájával összefüggésben. Béranyaság, lombik program és a feminizmus hullámainak nőkre gyakorolt hatásai. Keresztény nőként különösen is fontosnak éreztem bemutatni a legnagyobb alapossággal ezeknek a gyakorlatoknak és jelenségeknek a valódi arcát. A Carpe Diem arra emlékeztet, hogy az életünk egy nagyobb történet része, amelynek Isten áll a középpontjában. És arra buzdít, hogy ne csak a pillanatot ragadjuk meg, hanem a mindenséget, Isten jelenlétét is minden nap, minden társadalmi vagy kulturális kérdésben, minden aktuális kihívásban. A Carpe Diem eredeti szándéka teljesült. Olyan hangon szólalt meg, és olyan üzenetet közvetített, amely egyszerre irgalmas és igazságos. És ezzel olyan mintát kívánt felmutatni, mely bizonyítja, hogy a mai világ kihívásai között is hű maradhat bárki a keresztény értékekhez, aki akar. Ezennel véget ér a sorozat, amely azért született meg, hogy az internetes tartalmak között rátalálhassanak azok, akik a hitüket újra meg akarják erősíteni ebben a változó világban, és akik szeretnék másoknak is megmutatni, hogy Isten igazsága ma is érvényes. Még a legrázósabb témákban is. Köszönöm, hogy velem tartottak ezen az úton. Én személy szerint egy olyan kereszténységben hiszek, amely nem igazodik a világhoz, de hatással van a világra. Remélem, a Carpe Diem segített mélyebben elgondolkodni a hitről, az igazságról, és arról, hogyan élhetünk teljes életet Istenben. A sorozat most befejeződik itt az Axioma csatornán. A főszerkesztő Bakos Marcell, a társszerkesztők Farkas Szilágyi Anna és Vidra Bernadett, az árdirektor Pénzes Bence és a vágó Hatvani Krisztián nevében is köszönöm, hogy itt voltak. Köszönöm a figyelmet, az észrevételeket és a lájkokat, és hogy együtt jártuk ezt az utat. Kövessék továbbra is az Axioma tartalmakat itt a YouTube csatornán. Ennyit mára. A viszontlátásra!